Audio Jungle. Üdvözlöm kedves nézőinket és rádió hallgatóinkat a mai műsorban a Mezőtúri Horgász Egyesület éppen központi aktuális kérdéseivel foglalkozunk, mégpedig előzetesen annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy a legutóbbi közgyűlésen a Mezőtúri Horgász Egyesület, mondhatjuk, hogy vezérkara elnöksége lemondott. Ennek tekintetében már készítettünk egy interjút Pongrácz Zoltánnal, a Mezőtúri Horgász Egyesület elnökével. Most azonban eljött az a pillanat, amikor a jelölések érkeznek az újabb elnökséget, ki szeretné bevállalni, és milyen pozíciókban szeretnének részt venni azért, hogy a Mezőtúri Horgász Egyesület sikeres, és még ennél sikeresebb egyesület lehessen. Ilyen módon a stúdiónkban köszönhetjük Veres Imrét, Szűcs Tamást és Csikós Attillát, akik az egyesület színeiben érkeztek. A mai beszélgetésünk a horgászmesteri pozíció jelöléséről, illetve a környezetvédelmi felelős pozíció jelöléséről szól, de mielőtt belefognánk ezeknek a dolgoknak az ismertetésébe, Veres Imrét kérem, hogy azért röviden, mint elnökségi tag mondja el, hogy mi történt ezen a közgyűlésen, és hol tartunk most. Üdvözöllek, Imre! Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket! Hát most úgy tartunk, hogy ugye május 7-én lesz a közgyűlés, reggel 8:30-kor itt a Tibivel szemben lévő iskolába. Hát szeretettel várunk minden tagot, Horgász Egyesület tagot, hogy jelenjen meg ezen a közgyűlésen, mert azért nem mindegy, hogy irányítjuk, meg ki irányítja ezt az egyesületet, azért egy elég nagy, azt hiszem a megyében a legnagyobb egyesület vagyunk. 800 főről beszélhetünk Mezőtúri Horgász Egyesület szempontjából, de mindenképpen tudni kell az egyesületi tagoknak, és talán minden civil egyesületnél nem győzzük ezt hangsúlyozni, hogy a döntéseket, ilyen módon a vezetőségi döntéseket, a vezetőség személyi állományára szóló döntéseket, azok fogják meghozni, akik május 7-én a katolikus iskolában megérkeznek, és ott szavaznak. Az így van. Reméljük, hogy minél többen eljönnek, nem csak az 50-60 ember, aki ugye mindig ott van a közgyűlésen, hanem azért szeretnénk, ha egy-kétszáz ember azért megjelenne. Reméljük, kicsi lesz a helység. Az elmúlt időszakban Pongrácz Zoltánnal készítettünk interjút, őtől letudhatjuk, hogy különböző helyeken kiraktátok már a különböző jelölő lapokat a fiatal emberekkel. Nem olyan régen vettük fel a kapcsolatot, hiszen ők már jelöltként vannak jelen, és mindenképpen fontos lehet, hogy milyen pozícióban, és hát mit szeretnétek talán másképpen csinálni, vagy egy újabb fiatalos vonulatot belevinni. Hát kérdezem ezt Szűcs Tamástól, aki a horgászmesteri pozíciót szeretné betölteni a jövőben. Üdvözlöm a nézőket! Gyerekkorom óta horgászom ezeken a vizeken, és évek óta egyre nagyobb problémákat látok a halgazdálkodásban. Ez többféle részre is kivetíthető problémák, tehát egyszer megragadnám ezt a törpegyérítést. Jelenleg az egyesületnek 168 hektár vízterületen gazdálkodik. Állandóan 28 darab csapdával gyéríti a törpét az egyesület. Az azt jelenti, hogy hektárra levetítve 6 hektárra jut egy darab törpecsapda. Ami az előért, az a minimum 3-4 darab törpecsapda. Aki horgászik ezeken a vizeken, azok tudják azt, hogy nagyon nagy problémát okoz jelenleg a törpealcsa. Azt tudni illik, hogy a törpe az összes ikrát, ivadékot elpusztítja. Az előzőekben arról beszéltünk, a riportot megelőzően is, hogy halfaunákról, és azt szeretnéd, hogy minél színesebb legyen a horgászok számára a hal választék. Ebben konkrétan milyen lépéseket fogsz tenni, mit szeretnél tenni? Nagy problémát látok abban, hogy jelenleg például a korosztályos pontyok nincsenek ivadék utánpótlások, jelenleg az ivóhelyek száma annyira lecsökkent, hogy muszáj ivadékokat telepítenünk. Jelenleg 2-3 nyaras pontyok vannak telepítve, amit én úgy gondolom, hogy akár 1-2 hónapon belül is egy erősebb szezonban egyből ki is kapkodnak a vízbe, és akkor már kirült a vízünk, és ezáltal nincsen utánpótlásunk.
tehát ezekben a problémát látok. Egyre jobban örülnek kifele a vizünkből a táplálékhalak, a takarmányhalak, tehát vannak nagyon sok például olyan vizeink, a halacsás, aminek a takarmányhalait pótolni kéne. Nehéz egy ilyen helyzetben ugye felmérni a területet is, hiszen talán azzal kezdhetük volna ezt a beszélgetést, hogy milyen területről beszélünk, a hektáron túli területekről is, vagy melyik résznek, melyik a sajátossága, és miért szeretnek ott horgászni. Mennyiben jellemző a Mezőtúri Horgász Egyesületnél az, hogy a horgászok jelentős része ponthorgász? Hát én úgy gondolom, hogy a legnagyobb százalékban az a tagok nagy számban mindenki a pontra horgászik. Ezeknek a felmérésében én úgy gondolom, hogy ez egy csapatunk a hosszú távon, tehát mindenféleképpen kell a vezetőségbe olyan tagokat beválasztanunk, beraknunk, akinek komoly szaktudással bír ezeknek a felméréséhez, mert ezt azért tudni illik, hogy egy ember nem fogja tudni ellátni. Tehát én azt mondom, hogy hosszú távon nagyban változtatni kell. Például azt tudni illik, hogy van egy olyan holtágunk, amelyikbe pontyot nevelünk elég nagy mennyiségbe, de jelenleg annak a kimentése ősszel annyira szervezetlenül történik, hogy csak egy számadatot mondok, hogy a tavalyi évben 21 mázsa ponty lett beletelepítve, abban az évben több mint 30 tonna takarmány lett kiuttatva azoknak a pontyoknak, és 23 mázsa lett kivéve. Tehát ez jelenleg ez teljesen gazdaságtalan. Abban a holtágrendszerben, aki kijár minden évben halászni, az annyira szervezetlenül működik már az utóbbi években, hogy a szemmel láthatóan lehet látni, hogy egy töredéke hal van kivéve belőle. Tehát azzal egy komoly szervezéssel nagy mennyiségű halat bírnánk kivenni, ami jelenleg a vizeinket lehet látni, hogy annyira kezdenek kiüresedni, annyira nagyon sok a panasz mindenfelől, hogy nagyon sokan már elgondolkoznak, évek óta megvannak a hobbi, a telkei, minden, hogy átmennek másik vízrészre, nem az Egyesület vizeire. Itt lenne egy olyan erős társadalmi munka is, aki nagyon sokan szívesen segítenek ennek az Egyesületnek a munkáival, ami azt mondom, hogy az egy fő alappillér, mert az csak egy dolog, hogy vannak gondolatok, tervek, hogy valaki meg szeretne valamit valósítani, de oda egy komoly csapat kell a háta mögé. Tehát én azt mondom, hogy én szívesen elvállalom ezt a horgászmesteri posztot, tehát én tudom segíteni a haltelepítéseket a halvédelemtől kezdve a gépeimmel, a gépekkel. Úgy gondolom, elég komoly műszaki rálátásom van ezekre a dolgokra. Én ezzel foglalkozom, tehát mi mezőgazdasági gépeket újítunk fel. Jelenleg is ez a fő szakmánk, és onnan én úgy gondolom, hogy folyamatosan tudok segíteni traktorral, pótkocsival, az utaknak a karbantartásával. Nagyon nagy problémát látok abban, hogyha ki szeretne menni egy időzébe egy átlagos család és személy autóval, ő neki nagyon le vannak korlátozódva azok a helyek, ahova el tud jutni horgászni. De hát azokat az utakat rendbe kéne, karba kéne tartani, de hát nem egy olyan nagy odafigyelés kell, meg munka kell ahhoz. Én azt mondom, hogy ha évente egy-kétszer az meg van gléderezve, simítózva, egy átlagos személykocsival is sokkal nagyobb területet bírnak behorgászni azok a horgászok. Én nekem több helyről is jött felkérés ilyen téren, hogy segítenek társadalmi munkával ezeknek a utaknak a rendberakására, tehát ezek egy-két napot vesznek igénybe. Az ágakat le kéne rengeteg helyen gajalni. Most is több mezőgazdász rendberakta az utakat, a későbbiekben is szeretnének segíteni az Egyesületnek, de kompromisszumot kell velük kötni, mert folyamatosan összejárja mindenki a földjeiket, ami azt látom, hogy egy nagyon nagy probléma. Több helyről jelezték azt, hogy odáig fajult a dolog, hogy kiárkolják a föld mellett az utakat, ami jogosan, mert a föld célig tart nekik a terület. Én úgy gondolom, hogy ezekkel az emberekkel kompromisszumot lehet kötni, hogy ők is lássák, hogy ez a csapat szervezet, tényleg azt akarják, nem az a célja, hogy össze-vissza járják az ő földjeiket. Ez egyértelműen valamilyen szinten a horgászoknak is meg kell majd
érteni azt, hogy mindenkinek a földjét nem járhassuk össze, de ezt csak úgy fogják ők is tudni megérteni, hogyha biztosítunk számunkra egy olyan járási lehetőséget, az út úgy lesz kialakítva, hogy ő megfelelően be tudja állni a személygépjárművével. Ez a terület tulajdonképpen már akár kapcsolódhat persze az elnökséghez is, és egyértelműen mondjuk a másik pozícióra, ami a környezetvédelmi pozíció. Van erre példa, egyébként nem is olyan messze tőlünk a félhalmi holtág, ott is egy olyan területen lehet keresztül bejutni erre a holtág részre, hogy földek emelnek, és ott is egészen kompromisszumképesen lehet működtetni a dolgokat, tehát biztos vagyok benne, hogy erre is megvan a megfelelő megoldás, de térjünk vissza arra, ami talán a horgászmesteri szempontból az egyik legfontosabb, tehát az a valós hallgazdálkodási modell kialakítása, ami a víztér adottságaihoz mindenképpen fog alkalmazkodni, tehát nézzük területenként a vizeket, hogy mi az, amit szeretnél, kezdjük talán a harcsással. Hát a harcsásnál is az első legnagyobb problémám a törpe, tehát ott már a második vagy harmadik éve nem volt törpegyérítés, tehát oda már nem tud kimenni úgy egy család, hogy kiveszi a gyerekeit, és esetlegesen pedzővel berognak csemege kukoricával, vagy csontival, gilisztával, mert egyből törpét fog fogni. Ott a harcsáson jelenleg az egy olyan víztér, ahol úgy gondolom, hogy már inkább a komolyabb horgászok, tehát a rafkósabb horgászok tudnak már csak halakat fogni, akinek csónakja van, esetlegesen behordja, folyamatosan etet, tudja, hogy tudja kikerülni a törpét. Én úgy gondolom, hogy a harcsás jelen pillanatban, aki ott horgászik, meg a környező emberekkel, horgásztársakkal beszélve, akik évek óta ott van neki a stége, bódéja, látványosan sokkal, de sokkal kevesebb halat fognak azon a részen, és azt is szeretném megemlíteni ez a rész az, hogy minden évben 2 darab verseny ott meg van rendezve, 24 órás, és évről évre kevesebb halat fogunk, és sok esetben volt már úgy, hogy első helyezett közelében az volt, aki rengeteg ráállt a törpére. Tehát normális keszeget, kárászokat, pontyokat, amúrokat nagyon kis számba lehet fogni ezeken a vízterületeken. Elsődlegesen is az lenne az elsődleges cél, hogy a legnagyobb kártevőt, a törpét abból minél hamarabb ki kell szelektálni. Az nem egy olyan dolog, hogy egy fél év van belül ki lehet szedni a vizekből, de jelenleg annyira nem vagyunk felkészülve, meg szervezetten nincsen csinálva ez a törpegyűrítés, hogy amit említettem is, hogy 6 hektára jut jelenleg 1 darab törpecsapda, ami az egyesületnek van. Ezek után, hogyha a törpét nagy mennyiségben megbírnánk gyűríteni, visszabírnánk szorítani, esetlegesen az ívóhelyek sérülésmentesebbek tudnak lenni, tehát nem az van, hogy lejük például a ponty, vagy bármilyen halfajtánk, és abban a pillanatban majdnem biztos, hogy a törpe az ikrát meg is eszi. Tehát a legnagyobb problémát itt látom, és onnastól kezdve olyan halfajokkal, halfaunával kéne ezeket a, vagy ezt a vízterületet telepíteni, ami egyrészt a versenyekre is, én úgy gondolom, hogy évre évre színvonalasabb, ott is egy nagyon jó csapat van, aki kijár, azt tudja nagyon jól, hogy ott mindig jó a hangulat, örömmel jön mindenki. Én úgy gondolom, ott a versenyen, aki megjelen, azt is lehet mondani, hogy bármilyen fajta társadalmi munkára, hogyha szervezetten ki lenne bármi alakítva, akkor szívesen jönne ott a csapat nagy része. Jelenleg minden évben a bikásban van egy halmentés, a pontyokat telepítjük át a környező vizekre. Nagyon nagy szervezési problémák vannak azon a vizen, mert minden évben megtörténik annak a kimentése, de annyira nincsen megszervezve az egész, aki évről évre tudja, tehát én is, Attila is kijár minden évben a halászatban részt vesz, segít. Annyira sok halat benne hagyunk, annyira sok hal
nincs kimentve abból a vízből, hogy jelenleg én azt mondom, hogy a egyesületnek az lehet most egy ugróléce, mert időzőben most attól, hogy most új vezetőségi tagok lesznek választva, több pénze nem lesz az egyesületnek. Jelenleg amit pénzé tud tenni az egyesület, meg úgy tudja látni, az ami benne van hal, tehát azt nem kell megvenni, azt csak át kell menteni a környező vizekre, tehát ottan nem 10-20-30 mázsa pont van abban a vízterületben. Oda kell egy szervezet 4-5 napos komoly munkával lehet leszedni a halat, de én úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen kell a következőben a környező vizeink, a egyesületnek, a vizeinek a regenerálásához. Kicsit eltértünk az alapkérdéstől, tehát, hogy megnézzük a területet, kicsit szétbontva tulajdonképpen, de ha most már itt tartunk, akkor három komponensről beszélhetünk hal szempontjából szerintem. Tehát elsősorban van a bikás terület, mint mentett területnek a saját szaporulatok tulajdonképpen. Van egy következő rész, amiről mindenképpen beszélnünk kell, ez pedig a halőrzés. Mert egy jó halőrzés azért fölér egy telepítéssel, biztosan, ugye a szakma szerint ez így lehet jogos, és van a harmadik rész, amikor pedig van egyféle egyensúly a befizetett engedélyek és az éves költségvetésben a vásárolt halak szempontjából is ilyen módon telepített. Tehát tulajdonképpen ezt a hármast kell néznünk, és akkor most nézzük meg a második részt, tehát a halőri lehetőségeiteket, hogy álltok most ebben, lesz-e változás, mi az, amit fölvállalnál esetleg pluszban a halőrökkel kapcsolatban? Nagyon nagy probléma van a halőrzéssel szemben is, úgy gondolom. Jelenleg erre a 170 hektára 2 darab ellenőr jut, ők is fölváltva, tehát folyamatosan egy ellenőrünk van, aki járja a vizet. Tehát azt tudnélik, hogy ha időzőben kicsit több a horgász, biztos kell 6-8 óra, mire ezeket a horgászokat körbejárja, és időzőben nincsen neki több kapacitása, meg egy embertől nem várható el az, hogy 24 órában dolgozzon. Tehát jelenleg ez úgy néz ki az egész, hogyha elmegy a ellenőr, akkor akár 3-4 botot is majdnem, hogy be lehet dobni bárkinek, mert majdnem biztosra tudja, hogy nem fog arra menni senki. Legnagyobb problémát azt látom, hogy időzőben, ami van bikás, ahol a hal nevelde van, hogy az annyira minimálisan van ellenőrizve, hogy esetlegesen olyan orvhalászok nyugodtan dolgozhatnak rajta, aki hálózik, meslencezik, esetlegesen még azt is kimerem jelenteni, hogy egy-két valsát is le tudnak tenni, hogy nem biztos, hogy észre tudjuk venni. Legjobban ezt kéne védenünk. Több társadalmi halőr többet, tehát nincs is jelenleg társadalmi halőr a egyesületnek, tehát oda is le kéne vizsgáztatni több társadalmi halőrt, akik már jelezték, hogy szívesen részt vennének ebben a csapatban, szívesen vizsgáznának, régről is jönnének vissza, hogyha ez egy szervezett dologgá történne. Mindenfelől kapnánk segítséget, tehát már a rendőrség részéről is tudnának segíteni minket esetlegesen olyan gondokban, aki hazaviszi a méreten aluli halakat, esetlegesen egy átnézik a kocsit. Mert problémát látok abban is, hogy sokszor azért nem jelenik meg az a egy-két ellenőrünk, mert a kocsiknak olyan műszaki állapota, meg a motoroknak az a műszaki állapota van, hogy egyszerűen használatlan képes. Tehát ezeket rendbe kell rakni, műszaki szemmel megfelelő döntéseket kell hozni, tehát nem biztos, hogy a Simpsonra érdemes esetleg 50-60 ezer forintot költeni. Tehát ezen mindenféleképpen változtatni kell, hogyha azt akarjuk, hogy hosszú távon, amit megszerez az egyesület halat, azt jól hasznosítsa a vizéken. Egy komoly ellenőrzés, főleg a védett helyeken, az majdnem felér egy hal telepítéssel. És akkor nézzük számszakilag, tehát most két halőrről beszélhetünk, halászati őrről, vagy halőrről beszélünk most? Halőrről. Halőrről, és akkor hány társadalmi halőr érkezhetne mondjuk az egyesülethez? Tehát mi lenne a vágy tulajdonképpen? Én azt mondom, hogy a halőrök számát az egyesület nem bír növelni, mert itt azért egy gazdasági helyzetet is nézni kell. De viszont a társadalmi halőr, én úgy gondolom, hogy minimum az az 5-6 darab társadalmi halőr, amit majdnem, hogy már most is jelzett annyi ember felénk, komoly szándékkal, meg most is járnak ki az egyesületnek segíteni.
de viszont nincsenek meg a halőri vizsgáik, szervezetlenül van csinálva az egész, nincsenek rutin ellenőrzések, gondolok ilyet, hogy egy-két északi ellenőrzés, csónakos ellenőrzés. Tehát, hogyha összefoglaljuk, akkor a mai beszélgetésben mindenről persze nem tudtunk beszélni, de azért egy halgazdálkodási tervről, egy halvédelmi területről, tehát azért ezekben lenne mozgás, vagy talán más típusú lenne a dolog. Mi az, amit most így komplexen látsz a Horgász Egyesületben? Tehát mi az a környezet, amiben te úgy gondolod, hogy ezt a munkát mindenképpen meg tudod oldani, és a lehetőségek szerint ebből profitálni fog a Mezőtúri Horgász Egyesület? Én jelenleg úgy látom ezt az egészet, hogy most egy kicsit mély ponton van a Egyesület, rengeteg részről jön a panasz, hogy elindulnának más vizek fele. Tehát én azt látom, hogy pont most élen áll az Egyesület, hogyha még most időben vagyunk, hogy helyre tudjuk hozni ezeket a időzőjebbe károkat, hogy ennyire kiürültek a vizeink. Ezt egy borzasztó jó vízzel meg lehet csinálni, tehát azért azt tudni illik, hogy Mezőtúrnak a vonzás közvetében közel vannak ezek a vizek, tehát nem minden város tudja ezt elmondani, hogy ennyi vízterülettel rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy ha minket megválasztanak, mögöttünk áll még egy olyan csapat, én úgy gondolom, hogy a versenycsapatra is nagyban lehet számítani, mert napi részvevők vagyunk ott is, hogy ezekben a halgazdálkodási részeket olyan szinten rendbe rakni, hogyha kimegy egy család, akkor ne 2-3 napig kelljen ülni egy bot mellett, hogy esetlegesen fogjon egy-egy halat, hanem színvonalasabbá tenni az egészet. Egy gyereknek sokszor borzasztóan elég az is, hogyha már kárászokat tud fogni. Csak nagyon sok helyen már az a probléma, hogy már most azt se tud fogni, hanem csak törpét fog. Tehát én úgy gondolom összességében, hogy ha a jelenlegi jelöltek alapján a jelölőlistán is, ami van, emberek, tehát mi meg leszünk szavazva, én is, Attila is, és ezekkel a kompromisszumokkal továbbá egy jó csapatmunkát ki tudunk alakítani, mert egyszerűen személyben nem lehet beszélni itten, mert nagyon kevés oda. Tehát én nekem kell az, hogy Attila tudjon segíteni az ő szaktudásával is. Ott van Csatós Anyi is az ő szaktudása. Tehát ők nekik van külön halas iskolájuk, tehát ők a szaktudással borzasztó nagyobb bírnak segíteni. Én segítek azzal, hogy a gépeket leszervezem, a csapatokat megszervezem, az időket megszervezem. Tehát az, hogy ez egy rugalmasan tudjon működni. Ez sem kis dolog, úgy gondolom, tehát, de feltétlenül fontos azt látni, hogy mint minden civil egyesület életében a csapatmunkára szükség van, hiszen mindenki tulajdonképpen egy mozaik darabja ennek az egyesületnek, és a nagy egész pedig úgy alakul ki, ha tudtok és akartok egymással dolgozni. Ez mint egy személyes vélemény jelenik meg, de hát akkor a csapat másik feléről is beszéljünk, már most emlegettünk téged, a Csikós Attilát szeretném hallgatóinknak és nézőinknek bemutatni, mint környezetvédelmi felelős pozícióba jelöltek téged. Szeretném megkérdezni tőled is, hogy mi az, amit te fontosnak tartasz, mi az a prioritás, ami számodra az egyik legfontosabb a Horgász Egyesület életében. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat! Hát én egy eddig betöltetlen posztra jelöltetem magam, ez pedig a környezetvédelmi felelős. Én is már gyerekkorom óta horgászom ezeken a mezőtúli vizeken, és sajnos az a tapasztalat, hogy egyre szemetesebbek és rendezetlenebbek ezek a vizek, ami külön elszomorít, hogy a bányatón is a rengeteg szemét fiataloktól, és egyszerűen nem szedik össze, nincs megszervezve ennek is a karbantartása. A növényzet karbantartása indokolatlanul a növényzetet rongálják, fákat vágnak, nádat, tehát ez ebbe szeretnék segíteni, hogy sokkal szebb környezetbe tudjanak horgászni a horgászok.
A Mezőtúri Horgász Egyesület tekintetében ugye beszélhetünk a holtágakról, és beszélhetünk a Ligeti tóról, mint belterületi vízről, ami egyébként nagyon sikeres víznek mondható, hiszen szeretik a városlakók, de hát nem csak horgászok járnak ugye oda arra a területre, és elég komoly problémát okoz az ottani hulladék összegyűjtése az egyesületnek is, és az ottani illegális szemétlerakóknak az eltakarítása a Mezőtúrváros önkormányzatának is. Tehát ebben mondjuk milyen lehetőségeket lehet látni, azon kívül, hogy egyébként a Horgász Egyesület jeleskedik a különböző szemétszedési akciók létrehozatalába és levezetésébe is. Igen, pont a legszebb példa, amit ti rendeztetek szemétszedést Veresi Mikével, 20, nem tudom hány zsákkal, 20... A Ligeti tó 24 zsák szemetet lehetett összegyűjteni. Most itt egy kicsit keverednek a szerepeim, de azt szeretném elmondani mindenképpen a nézőknek és a hallgatóknak is, hogy nem általános szemétszedésről volt szó, tehát nem a papír fecnik összeszedéséről beszéltünk ott, amit a Csató Sándor vezetett március 26-án személygyűjtési akcióban, hanem a vízben lévő, tehát egy nádvágás utáni vízben lévő tisztításról beszélünk, és nem feltétlen horgász hulladékokról beszélünk, tehát az állati hulladékokon kívül minden, az abroncsoktól kezdve, tehát 24 zsák szemetet szedtek össze. Tehát nem csak az általános takarítási rendről beszélt mondjuk ez a hulladékgyűjtés, de akkor térjünk át egy kicsit a holtágakra, hiszen ott is azért minden évben a többek között a tavaszi időszakban is van összevont hulladékgyűjtés. Igen, én is szeretnék ebbe részt venni, segíteni, megszervezni ezeket a hulladékgyűjtéseket, hiszen egymagam, vagy épp páran itt a halőrökkel egyszerűen nem vagyunk erre képesek, tehát mindenféleképpen ebbe civil szervezetek, önkormányzati segítséget szeretnénk majd kérni, és mindenféleképpen ezt rendszeressé tenni, tehát évente több hulladékgyűjtést is, gyerekeket, óvodákat, iskolákat bevonva egy, nem úgy, mint munka, hanem mint egy úgymond szórakozás, felüdülés, úgy megszervezni ezeket a gyűjtéseket. Ezek komplex alkalmak egy-egy időpontra, de a napi területet, tehát a napi illegális szemét lerakás milyen kapcsolatokkal, vagy mivel szeretnéd, vagy lehetne megállítani? Ezt halőri segítséggel. Mindenféleképpen úgy is van előírva az engedélyekben, hogy a horgászok szemetes helyeket nem is vehetnek igénybe, maguk után egyértelműen kötelesek összeszedni, és a halőreinknek, hogyha ők ilyet látnak, tapasztalnak, fel kell szólítani a horgászt, vagy esetleg a felelősnek jelenteni kell, és mi fogjuk megoldani ezt a problémát. Környezetvédelmi felelősként, hogyha ugye a hulladék szemét kérdése megoldódni látszik, és hát reméljük, hogy azért a gyakori ellenőrzésekkel ez talán helyre rázódik, ha nem is lesz sajnos talán tökéletes, de ezzel együtt mégis ott van például a vízminőségnek a kérdése, a növényzet kérdése. Hát igen, ez megint egy komplexebb téma, ez a vízminőség. Ennek is az ellenőrzését nagyon fontosnak tartom, eddig senki nem foglalkozott vele. A növények is be van, például itt most a bányatón is megtörtént a téli nádvágás, az is egy új, friss nádat hozott, amely sokkal szebb, nem az az előregedett nád, az ilyeneknek akkor a vízminőségét muszáj lennénk ellenőrizni többször is, mert sajnos egyre nagyobb problémát jelent az eutrofizáció, ami azt jelenti, hogy a vizekbe nagyon nagy mennyiségbe kerül be szerves anyag, ez köszönhető a közeli termőföldek műtrágyázásának, egyéb szennyeződés, és olyan szinten elburjánzik ott a plankton, hogy a napfény nem tud lejutni a víz alá, ezért nem lesz fotoszintezáció, ami oxigént fejlesztene, és jelentős növény elhullást, hal elhullást okozhat, amit ugye megint gázot, tehát nagyon, ezt is ellenőrizünk ellen. Ez egy komplex folyamat, igen, amivel igen, végül, igen. Ami látszik különösen a környezetvédelmi felelős és a horgászati területen belül, hogy ott kell azért egy kapcsolattartás, mondjuk kettőtök közt. Igen, mindenféleképpen kell. Együtt szeretnénk dolgozni, és ez csak úgy megy, hogy
egyesületen belül is nem mindenki csak a saját dolgával foglalkozik, az elnökségen belül is, hanem próbálunk egymásnak segíteni. Mert ha mindenki csak a maga problémájával foglalkozik, akkor ez nem fog menni. Tehát akkor visszajött most ez a mozaik és a nagy egész kérdés ilyen szempontból. Hát két fő pozícióról beszélünk egyébként egyesületen belül, még ha feltétlenül nem is gazdasági pozíció, bár kapcsolódik a haltelepítések és egyéb dolgok miatt a gazdasági részhez. Viszont az is egy kérdéses rész, de talán nem tűnik annyira aktuálisan fontosnak, hogy föl kellene nevelni azokat a környezettudatos sporthorgászokat, akikkel mondjuk 10 év múlva fogunk találkozni, és 10 év múlva váltanak majd engedélyt, és horgásszák át az életüket. Ebben milyen lépéseket tudnál tenni? Igen, az egyesületünk rendelkezik az úgynevezett matulaházakkal, és ez tudna egy olyan jó központi hely lenni, ahol kis óvodások, kisiskolásoknak az érdeklődési körét a halakkal, a vízparttal szembe ki tudnánk elégíteni. Lehetne szervezni különböző kis előadásokat ott nekik, megismertetni őket a vízi élővilággal, a növényekkel a vízparton, madarakkal, és új horgászokat nevelni belőlük. Tehát akkor ez is egy komplex feladat, tehát egyféle ifjúság nevelés is van benne, és oda kell figyelni az aktualitásokra, mondjuk a hulladékra, talán kapcsolattartásra, ahogy említetted, akár vízügyi szakemberekkel, önkormányzatokkal, rendőrséggel, tehát számtalan ilyen területen, mondjuk a holtágak védelmében. Miért fontos neked ez? Lehet, nem sokan tudják. Nekem van egy természetes vízi halász, és tógazdasági halnövelő iskolám, tehát én már gyerekkorom óta vízi ember vagyok, és azt szeretném, hogy minél szebb, tisztább környezetbe, minél többen jókedvel menjünk ki a vízpartra. Nem elsődleges cél a halak elfogyasztása, ne az legyen, hogy húshorgászok legyenek a gyerekek, hanem megmutatni nekik igenis azt, hogy lehet csak élményből horgászni, mint hál' Istennek egyre többen a fiatalok. Fogjuk meg a halat, nem muszáj tarkon vágni, hanem gyönyörűen vissza lehet őket engedni, csak az, hogy az élmény legyen meg nekünk. Hát ezt kellene átadni, ugye? A ma horgászainak is jó lenne átadni, igen. Így van, és a jövő horgászainak is jó lenne átadni. Akkor most visszafordulnék Veres Imréhez, Imihez, hogy tulajdonképpen hogy fog zajlani az a május 7-ei nap? Ez úgy fog kinézni, hogy ugye van egy pontos menete ennek a szavazásnak, meg jelöléseknek. 8:30-re kell jönniük a horgászoknak, és az úgy van, hogy ha ugye nem éri el a létszámot a egyesület tagságának a fele, akkor 9 órakor egy új közgyűlést hirdetnek ki, és az már szavazatképes lesz, akárhányan leszünk, ha 10, akkor is. És hát ugye az egyesületi tagok voltak már ilyen szavazáson, azok már nagyjából tudják, hogy működik itt a dolog. Meg ugye minden egyesületnél törvény van. Most azoknak mondjuk el, akik nem tudják, őket biztassuk arra, hogy menjenek el erre a május 7-i időpontra. Hát ugye azért is volna fontos, mondjuk az volt ugye a kérdés, hogy hogyan is működik. Lesz ott majd egy ember ugye a vezetőségből, aki ezt az egészet ugye koordinálja, meg levezeti. Ugye az, hát ugye nem én vagyok, hanem azt mondom, Ugray Zsiga bácsi ennek a felelőse. És ő ezt nagyon profin tudja már, ugye ő már több választáson vett részt, úgyhogy ezt nagyon profin le tudja vezetni. Van lehetősége a közgyűlésen megjelenteknek, mert most ez egy ilyen lehetőség, megkerestetek minket, és mi természetesen nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, és most itt vagyunk és beszélgetünk, de ott a horgászoknak, akik nem látják ezt a riportot, vagy nem kerülnek kapcsolatba adott esetben a jelöltekkel, lesz lehetősége meghallgatni a jelölteket esetleg egy néhány szóban, tehát hogy ott tudjanak mondjuk döntést hozni? Igen, van egy olyan menüpont ugye itt a közgyűlés alatt, hogy a jelöltek bemutatása. Itt a jelölt bemutatja magát, hogy mit is szeretne úgymond tenni az egyesületért.
Tehát akkor ott is lehet tájékozódni és döntéseket hozni. Ez egy nyílt vagy zárt szavazás, illetve hogy titkos szavazás vagy nyílt szavazás? Nyílt szavazás van, kész felnyújtás. Tehát akkor ez ennél tulajdonképpen nem is lehet egyszerűbb, és akkor végül milyen pozíciók kerülnek most új döntés alá? Hát szinte az összes pozíció, kivéve a elnök helyettesi pozíció. Hát ugye van, elnököt kell választanunk újat, horgászmestert, versenyfelelőst, környezetvédelmi felelőst, ifjúsági felelőst, felügyelő, fegyelmi bizottsági elnököt, titkárt. Akkor elmondhatjuk, hogy ténylegesen a vezetőségről beszélhetünk. Igen. Azért biztatjuk a horgászokat, hogy most ne ijedjenek meg ettől. Azért ez egy nagyon gyors és jól szervezett terület lesz, tehát nem este 6-ig fog tartani valószínűleg a közgyűlés. Remélhetőleg nem. Így van, tehát nyugodtan menjenek el, és itt a katolikus iskola főbejáratán tudnak bemenni erre a közgyűlésre majd. De most, hogy túlestünk ezeken az ismertetéseken, és végül a közgyűlésről is beszéltünk, azért pár szót a Mezőtúri Horgász Egyesület jövendő következő versenyeiről Dióhéjban. Május 6-án ugye lesz a városnapi horgászverseny. Most a városnap az nem biztos, hogy akkor lesz, de mivel nem nagyon tudjuk tologatni a versenyeket, mert ugye minden hétvégén versenyünk van, így mi a május 6-án a városnapi versenyt azt megcsináljuk. Az egy családi verseny, egy gyerek és egy felnőtt horgászik egybe. A Bányatón lesz, a Ligeti-tón lesz ez a verseny, mert várjuk a gyerekek és a felnőttek jelentkezését. Itt nem muszáj, hogy a saját fia legyen az embernek, lehet szomszéd, keresztgyerek, akárki, csak egy gyerek, egy felnőtt tud indulni, egybeülnek. Vagy lánya, tehát. Vagy lánya, persze, hát most a gyerek azért mondom, nem, hogy fiú vagy lány, teljesen mindegy, akár két gyerek is indulhat együtt, az nincs megtiltva. Úgyhogy lehet jelentkezni erre a versenyre nálam. Ez elég népszerű verseny, 28 helyet alakítottunk ki a fiúkkal a múlt héten a Bányatón, úgyhogy 28 csapat tud indulni, úgyhogy ennek már a több mint a fele be is telt, úgyhogy igen, jelentkezni kell a versenyre, ha valaki jönni akar. Ez május 6-án lesz. Mindenki érdeklődjön, a versenykiírás pedig megnézheti. Lesz ezután horgászversenyetek? Persze lesz egész évben is nagyon sok, de a májusi időpont... Hát a májusikat elmondanám, a május 6-a akkor az a városnapi verseny, ugye május 7-én lesz a közgyűlés az Egyesületnek, oda is mindenkit várunk, minden tagot. Május 14-én lesz a Túri Kupa, ez ugye annyira régi verseny, hogy... Én még csak nem is tudtam, hogy van olyan, hogy versenyhorgászat. Ugye a Peresen volt régen ez a verseny megszervezve, hát nagyon-nagyon régen, 20 pár éves verseny. Ez egy háromfős csapatverseny, a környező városból is jönnek ugye versenyzők, meg itt a helyi versenyhorgászok vagy átlaghorgászok is indulnak ugye rajta. Most úgy van, hogy ugye az időjárás nem tudjuk előre kiszámítani. Ez a verseny a túrtőre lett ugye kiírva, rossz idő esetén a Bányatóra, de úgy döntöttünk, hogy a Bányatón lesz ez a verseny. Megszervezve, halfogás szempontjából úgy néz ki, hogy egy kicsit jobb, mint a túrtő, úgyhogy remélhetőleg sok halat fogunk. Nem annyira horgász nézőinknek és hallgatóinak elmondhatjuk, hogy az időjárás és a túrtő olyan szempontból függ össze, mint a riportban is taglaltuk, hogy azért, hogyha beesőzik, akkor az igazi mezőtúri sár azért lehetetlenné teszi a ki és a be jövetelt, inkább a ki jövetellel szokott gond lenni. Tehát ilyen módon ezért ilyen szerencsés a Mezőtúri Horgász Egyesület, hogy tulajdonképpen alternatívaként itt van a Ligeti-tó, és akkor most stabilan, most már a Ligeti-tóra szerveződik ez a verseny. Igen. Lesz-e még májusban igen, verseny? Május 20-án lesz a Mezőtúri Horgász Egyesületnek a féderbotos versenye. Ez ugye úgy néz ki, hogy ez a túrtől lesz. Még mióta versenyszervező vagyok, azóta csak egyszer nem bírtunk oda kimenni. Akkor a Bányaton volt. Ez a túrtől lesz a két híd között, a Libatelepi Földhíd, és ami a vendégházaknál van, Sallai híd, vagy a Túrtői hídnak hívják, aközt lesz a verseny megszervezve. Hát elég népszerű, ilyen 30 pár fős szokott lenni, ez egy egyéni féderbotos verseny. És ugye lett volna még egy verseny május 7-én, a közgyűlés miatt ezt ugye eltöröltük, az egy úszós verseny lett volna, egy egyéni.
de mivel nem tudjuk tologatni a versenyeket, így azt a versenyt eltöröltük. Úgyhogy majd jövőre úszózunk az egyesületnél, úgyhogy most ott nem lesz verseny, majd lesz másmilyen, van meghívásos, lehet arra jönni. Tehát akkor láthatjuk, hogy a Mezőtúri Horgász Egyesület életében ugye zajlanak az események, hát most izgalmasra sikerült ez a tavasz, ilyen módon kívánok a Mezőtúri Horgász Egyesületnek minél sikeresebb és szavazatokkal teli, és minél több részvevőt a közgyűlésre, kívánom, hogy a lehető legjobb döntés szülessen meg, hiszen azért komoly két év előtt áll a 2020 tekintetében a Mezőtúri Horgász Egyesület. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy velünk voltatok. Nézőinknek pedig azt tudom mondani, hogy ha horgászok, akkor menjenek el május 7-én a közgyűlésre a Mezőtúri Horgász Egyesület tagjai, illetve kövessék a továbbiakban is ennek a nagy civil egyesületnek az életét. Köszönöm ma is megtisztelő figyelmüket, legyen önöknek is szép napja!